melyikkel nyomjuk? Stopoljuk, Stipi, stopi! Amelyik marad. Na Dóri, így, hogy most beültünk, én annyira bízok benned, hogy én ilyen nagyon ráérősbe fogok utazni. Aztán csak óvatosan, mert hogyha nehézkes stílusba vezetsz, akkor muszáj kapaszkodnom meg. Óvatosan nem megyünk, hanem haladunk. Az a baj, itt nem fog, de itt fogok tudni kapaszkodni akkor. Keresd valamit, amivel tudsz. Jó, csak nem esek ki. Viktor szerintem, amikor beszálltunk az autóba, szeretett volna egy picit így rám ijeszteni, hogy most olyan elvesztem az önbizalmam a felől, hogy tényleg jól vezetek, és engem szórakoztatott, amikor ott egy kicsit csipkelődött és viccelődött, hogy biztos félni fog. Hát, Áki, az az igazság, hogy én körülbelül 2 havonta szoktam vezetni. Most bányt átülök, jó? Jöhetek át? De most komolyan. Erről nem volt szó. De számítok az instrukcióidra, a tapasztalatodra. De jó, hogy te kezded, jó? Jó, legyen. Tényleg tudok én is kapaszkodni. Jó lesz! Jó, bízok benned. Melyik a fék? Én tavaly nyáron csináltam a jogsimat, és hát azóta igazából annyira nem sokat használtam, 2 havonta, ha vezettem. Ez nem tudom miért van, leginkább szerintem azért, mert nem annyira vonz maga a vezetés, nem szeretek úgy autóban ülni, és igazából mindenhova gyalogjárok, vagy bicóval. Egyszerűen a személyiségemhez valahogy nem passzol, nem áll hozzám közel az, hogy autóval menjek helyekre. Igazából én sem tudom megfogalmazni, hogy miért van ez így. A Gréti azt mondta múltkor, hogy a Zebrára be szokott satúzni, szóval Ákos... Ugyanúgy fogom kinézni, mint az ejtőelnyőzést, mindketten befeszülünk. De maradj itt közel, hogyha nagyon félnék itt a Dóri mellett, akkor átmászok menet közben. Persze! Hallod, ki se akarsz majd szállni innen? Jó. Na, figyelj Viktor, a kapcsolatunk bizalmon épül. Itt kezdődik. Jó, akkor legyen. Ugyan még elég fiatal vagyok, de viszonylag régóta már van jogosítványom, és imádok vezetni. És őszintén, hogyha van rá alkalmam vagy lehetőségem, akkor nagy sebességgel szoktam ezt megtenni, és nagyon szeretek száguldozni. Szeretem, amikor ebből fakadóan megemelkedik az adrenalin szintem, és egy kicsit tudom élvezni a dolgot. Az elején úgy álltam oda, hogy jó, én is kipróbálom milyen is vezetni ezt a járművet, adok neki egy esélyt, annyira nem voltam lelkes, talán látszódott is az arcomon, de aztán nagyon-nagyon tetszett. Én ha otthon vezetek, én szeretek haladni, úgy, mint ma. Szeretek sportosan vezetni, nem szeretem, hogyha szöszölnek előttem, és általában ugyanígy megtalálom mindig a kis réseket, és ott megyek. Ákos vezetési stílusa szerintem elég sportos. Az elején kicsit megrémültem, amikor hirtelen lépett a gázra vagy a fékre, de aztán hozzászoktam, és igazából bejött ez a stílus. Jól vezet! Kösz! It is coffee, you know? Az a kávé. And cocoa, here. So, ez pedig a cocoa. Here, this is the plate, cocoa plate, you know? So you can eat that, yeah. Ez egy cocoa. Ez egy cocoa. Eddig nem nagyon gondolkoztam rajta, hogy mifán terem a kakaó, de ha tippálnom kellett volna, akkor én egy ilyen kisebb bokorra gondoltam volna. Viszont nagyon meglepődtem, hogy ilyen hatalmas nagy termése van, és hogy azon belül található meg maga a kakaó. Amikor megkóstolhattuk, akkor ájultam el igazán, mert annyira finom volt, amihez még hozzá hasonlót se éreztem soha. Szóval tényleg nagyon jó volt.